A heggesztésben segít a NAGÉV egyik dolgozója, egy pályaválasztás előtt álló diáknak. Új korszak nyílik Hajdúböszörményben, újra lesz ugyanis vasas képzés városunkban. Hangzott el azon a pályaorientációs napon, amelyet a NAGÉV Rács Kft. És a BSC Veres Ferenc szakgimnáziuma és szakközépiskolája szervezett. A november 23-ai programon a NAGÉV újonnan létrehozott tanműhelyében testközelből próbálták ki a gyerekek a jövő tanévben már induló ipari gépész és heggesztő szakmák alapjait. Ez a mai nap egy rendhagyó pályaorientációs nap. Elsősorban azzal a céllal szerveztük a mai napot, hogy a bevezetésre kerülő vasas szakmák tanműhelyét megismerjék a gyerekek, de erre a hajóra felszállva az iskola szerette volna, ha az egyéb szakmákat is megmutatja az általános iskolák számára. Így egy ilyen rendhagyó pályaorientációs napot, egy nyílt napot szerveztünk, amelyben az eladó, a kereskedő, a vendéglátás szervező, a pincér és a kőműves szakmákkal, valamint a szakács szakmával is megismerkedhetnek a tanulók. Az egész nap rendezvénye három helyszínen zajlik. Ez, ahol most itt a háttérben is hallani, ez a vasas bevezetésre kerülő tanműhely. Az ebédlőben a vendéglátással és a kereskedelemmel kapcsolatos szakmákkal ismerkedhetnek a tanulók, és van még egy másik épület, ahol pedig a kőművesek egy gyönyörű kémény alakzatot, vagy inkább egy oszlop alakzatot építenek, úgy, hogy közben mindenki tiszta marad, tehát olyan eszközöket használnak, hogy most a gyerekek csak az építés örömét ismerjék meg ezzel a bemutatóval. Ez a rendezvény azért is fontos nekünk, mert bekapcsolódtunk az Európai Szakképzési Hét rendezvény sorozata közé, hiszen mindenkinek nagyon fontos, hogy a szakképzés népszerűsítését végezzük. Itt biztosan már az előttem szólók is mondták, hogy nagyon sok szakmában munkaerő hiány van, és ezt szeretnénk a sajátos eszközeinkkel biztosítani, hogy a gyerekek megismerjék kéz közelből a szakmákat. Másrészt meg azért is nagyon fontos ez, hogy lássanak egy működő üzemet, hogy milyen is az a működő üzem, hiszen valójában csak a szülők elbeszéléséből ismerhetik a gazdaság különböző ágait, vagy a vállalkozásokat, és így kéz közelből megismerhetik itt most egy igazán jól működő cég életét vagy működését. A rendezvényen ünnepélyes keretek között írták alá az együttműködési szerződést is a NAGÉV Kft. És a Veres Ferenc szakközépiskola között. A programon Papp Gergely, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatóhelyettese elmondta, az ezeket a szakmákat tanulók már 9. osztályban a gyakorlati helyükön ismerik meg a munkaadók igényeit, elvárásait. Emellett pedig kiváló lehetőséget is jelent számukra, hiszen egy jól működő fémipari vállalkozás majdani munkavállalóivá válhatnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. július 1-től vett át 344 szakképzőintézetet, és létrehozott 44 szakképzőcentrumot, akik irányítják ezt a 344 tagintézményt. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum igaz 13 tagintézménnyel vesz részt ebben a munkában, mint fenntartó, és ezzel a nappal igaz nagy változás történt a vállalkozások és az iskolák kapcsolatában. Cél az, hogy minél szélesebbre nyissuk az iskoláknak a kapuit, és minél közelebb hozzuk a szakképzést a vállalkozásokhoz, inkább fordítva mondanám, tehát hogy a vállalkozások igényeinek megfelelően irányítsuk a szakképzést. Tehát olyan szakembereket akarunk képezni, amelyekben a térségben szükség van, és előre mozdítják igaz a térség fejlődését, és a helyben elhelyezkedés számukra teljes mértékben biztosított legyen. Ebben a törekvésnek igaz az első lépcsője a tanulószerződés kötés, és utána a tanulószerződés kötésekkel már a duális képzés keretén belül a gyerekek a vállalkozóknál vannak kint gyakorlaton, és anyagilag is ösztönözve vannak a jó munkára és az elismerésre. A második lépcső az, amikor már a vállalkozások tovább lépnek, és egy ilyen jelentős eseményben vagyunk itt is igaz a NAGÉV Rács keretén belül, akik igaz tovább gondolták ezt, mert a törvény adta lehetőség is rendelkezésre áll,
hogy önálló tanműhelyt hozzanak létre, és már nem szintvizsga után, hanem rögtön a 9. évfolyam kezdésével a saját tanműhelyükbe képezzenek olyan szakembereket, amelyekre ők igaz majd a következő években számítanak a szakember utánpótlásban. Ez kitűnő lehetőség a cégnek, igaz olyan szempontból, hogy 3 éve áll rendelkezésére, hogy megismerje a diákjait, kiválassza a következő szakmunkásait, és megfelelő módon tudja őket majd motiválni is, illetve magánál, cégnél tartani továbbfoglalkoztatás céljából. Erre mindenféle törvénykezési lehetőség, adókedvezmények rendelkezésre állnak, a szakképzési centrumok ebben teljes mértékben partnerek, és azt szeretnénk, hogyha minél több ilyen cég csatlakozna ehhez a rendszerhez, és minél több ilyen nívós tanműhely jönne létre, ahol a jövő nemzedéke, a jövő szakemberei kiképződnének, és kitűnő szakmunkásai lennének a következő társadalomnak. A pályaorientációs napon Nagyantal János, a Nagév tulajdonosa beszédében hangsúlyozta, örömére szolgál a tanműhely kialakítása. A szakember utánpótlás nagyon fontos. A mi szakembereink kiöregedtek. 50 év felett az átlag életkor. Kiesett egy szakképzés, a rendszerváltás elsöpörte. Majd összeménybe a szakmunkás képzés úgy megszűnt, hogy még a tanműhelyet is eladták, a gépeket kiseperték a műhelyből, és vérzett a szívem, mert nekem akartak eladni gépet. És ez idegesített, és azóta is nagy probléma. Nekünk mindig is voltak tanulóink, 1-2, de így felkészülten, így, hogy átadunk egy üzemrészt, hogy szakmunkásokat képezünk és készítsük egy tanműhelyt. Ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon nagy szerepe van ebben az ügyvezető úrnak, aki áldatos munkával 2 éve hajtja ezt az ügyet, a Zomborszki András úr. Zomborszki András, a Nagév Rács Kft. Ügyvezetője beszédében kiemelte, több éves előkészítési folyamat előzte meg az együttműködési szerződés létrejöttét. A Nagév Rács Kft.-nél az elmúlt évtizedekben mindig is voltak diákok, csak sajnos azt tapasztaltuk, hogy egyre kevesebben. Ennek egyik oka az volt, hogy itt helyben, Hajdúböszörményben nem volt fémipari képzés. Éppen ezért kerestük meg a szakképzési centrumot, és szerettük volna elérni azt, hogy igenis legyen itt helyben vasas képzés, aminek pedig az lehet a következménye, hogy itt nekünk egyre több helyben rendelkezésre álló munkaerőnk van. Sajnos azt kell mondani, hogy nagyon nehéz jelenleg a munkaerőpiaci helyzet, egyre nehezebben kapunk szakembereket, és úgy gondoltuk, hogy saját magunk képezzük őket. A most elkészült tanműhely minden igényt kielégít, a legkorszerűbb gépekkel felszerelt, emellett pedig a szakma alapjait is elsajátíthatják a diákok. Ugye a tanműhelynek megvannak a maga jogi szabályai, hogy egyáltalán hogy szükséges kialakítani, viszont mi igyekszünk egy kicsit többet nyújtani, tehát a kor szellemével haladva a legkorszerűbb gépeket is, természetesen a hagyományos gépeket, de a legkorszerűbb gépeket is igyekszünk ide telepíteni, hogy megtanuljanak olyan fogásokat, olyan szaktudást is elsajátítsanak a diákok, ami a mai kor szellemének megfelelő, nem csak itt nálunk, hanem akár más területen is használni tudják.